Országszerte több mint 350 helyszínen, és most már a Nagykanizsai Könyvtárban is megtalálhatók a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kitűzős persejei. A bibliotéka munkatársai fontosnak tartják a szervezet munkáját, ezért csatlakoztak a Magyarországon 10 éve indult, de eredetileg nemzetközi akcióhoz. Próbálják felhívni arra a figyelmet, hogy a természet értékeit és így a madarakat is védelmezni kell itthon Magyarországon is, hiszen az azért látszódik a számokból, hogy évről évre csökkenek bizonyos fajoknak az egyedszámai, és hát úgy gondoltuk, hogy hát egy könyvtár szerintem egy ilyen nemes ügy mellé méltón csatlakozhat és állhat be, és mi is népszerűsíthetjük az ő kezdeményezésüket. A jelvényadomány kampány pozitív fogadtatásra lehet az olvasók és a gyűjtők körében. A jégmadaras, a széncinegés és a katicás kitűzők már el is fogytak, de még sok más állatfaj elérhető. A kínálat az folyamatosan változik, vannak olyanok, amelyek állandóan benne vannak a kínálatunkban, de van nagyon sok olyan faj, amely csak egyszer rendelhető adott esetben, vagy például az év kétéltője, vagy hüllője éppen, és akkor az csak limitált mennyiségben áll rendelkezésre abban az évben. Illetve ugye változó, mert lehet, hogy valamelyik faj gyorsan el fog fogyni, és akkor egy ideig nem is lehet elérni, de adott esetben későbbiek során ismét beszerezhető lesz. A tűzzománcból készült kitűzőket minimum 500 forintért lehet megvenni, de aki szeretné, nagyobb összeggel is támogathatja a természetvédelmi szervezet munkáját.